már 5. alkalommal advent az ország tetején. Részönkormányzatot választottak Mátrafüreden. Berzés diák a Nemzetközi Olimpián. Ezek ma a legfontosabb híreink. Jó estét kívánok! Ónos esővel köszöntött be a december országszerte. Jeges ágak hullanak az útra a Mátrában, és egy fenyő pedig az autókra dőlt. A közútkezelő szakemberei folyamatosan dolgoznak a 24-es úton. Sózzák az aszfaltot, de több útszakaszt is le kellett zárni. Az útfenntartás mellett a szakemberek folyamatosan gallyaznak, vágják le az út fölé lógó jeges ágakat. A térségben több helyen áramkimaradás is volt. További részletek a holnapi műsorban. Vasárnap másokból az óriási forgalom miatt lehetett nehezen megközelíteni az ország tetejét. Ekkor ugyanis gyermek és családi programokkal, valamint Empty Pups és Csík zenekar koncertekkel várták az érdeklődőket a Kékestetőre. A Kékestetői Sícentrum és a Magyar Síakadémia 5. alkalommal megrendezett Advent a Kékesen című programjával hivatalosan is kezdetét vette a 2014-2015-ös síszezon. Havas, de ködös idő várta azokat, akik advent első vasárnapján az ország tetejére látogattak el. Az idei már az 5. adventi rendezvény volt a Kékesen, de megfigyelők szerint soha ennyien nem voltak együtt az angyalok tisztásán. Szerintem most az 5. alkalommal nem tudom mi ennek az oka, mert hogy elég nagy a köd, tehát volt már szebb időnk, de talán soha nem voltak ennyien fönn, mint idén. Hát remélem, hogy ez a folyamat, ez a tendencia, ez folytatódni fog, rajtunk nem múlik. Az Európa sípályáin jól ismert szokás, hogy a havas szezonért közösen fohászkodnak a téli sportok szerelmesei, úgy tűnik végleg meghonosodott. A kitüntetett figyelem nem csak az ország egyetlen havas terepének szólt, hanem a fellépőknek is. A színpadon elsőként a friss megyei primadíjas gyöngyösi zenekar, az Empty Pups muzsikált, akik karácsonyi ízekkel fűszerezték meg koncertjüket. Csempésztünk eleve a műsorba olyan dalokat, amelyek nem a mi kútfőnkből származnak, de mégis a hangulatában idomulnak magához a rendezvényhez. Másfelől a saját repertoárból is olyan darabokat válogatunk, amelyek azért szépen simulnak abba a filozófiába, amit az advent és az adventi esemény sorozat sugall. Az ország csúcsa az ország főterévé vált erre a pár órára. A téli vásár itt már most elkezdődött, a téli sportok szerelmeseinek azonban még várniuk kell, hogy hódolhassanak szenvedélyüknek. A hangulat viszont már megvan. Ez nem csupán a karácsony várása, az advent első vasárnapja nekünk, hanem egy picit azért a szakmában dolgozóknak ez a tél indítása is. Reménykedünk abban, hogy nem sokára indulhatnak a hóágyúk, és itt fönt a Mátrában, Szent Istvánban és Kékestetőn is indulhat a téli szezon. Az advent első vasárnapján a rendezvény fővédnöke Horváth László kormány megbízott köszöntötte a megjelenteket, majd Juhász Ferenc plébános mondta el az ünneppel kapcsolatos gondolatait. Az adventi koszorún az egész ország nevében gyújtottak lángot, majd kezdetét vette a sokak által várt Csík koncert. A kékesi advent rendezvényét hagyomány szerint idén is a szeretet lángját szimbolizáló mágia meggyújtásával zárták. Adventben bűnbánattal készülhetünk Jézus eljövetelére, halljuk meg, ha kopogtat szívünk ajtaján, és engedjük közel magunkhoz. Ezt Kenyeresi Károly református lelkipásztor mondta advent első vasárnapján, majd meggyújtotta az első gyertyát a főtéren elhelyezett adventi koszorún. A Szent Bertalan templom zsoltározó kórusának előadásával kezdődött a gyöngyösi advent rendezvény sorozata. A karácsonyi várakozás és lelki felkészülés első vasárnapján Kenyeresi Károly református lelkipásztor köszöntötte a főtéren az egybegyűlteket, aki a karácsony igazi értékeire hívta fel a figyelmet. Az igazi karácsony kerüljön előtérbe, tehát Jézus Krisztusnak a személye, a vele való személyes találkozás. Ez a karácsonynak a legfontosabb lényege. Én úgy tudok erről beszélni, mint aki magam is személyesen átéltem ezt, és itt Gyöngyösön éltem meg ennek az első örömeit. A lelkipásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy az advent során bűnbánattal készülhetünk a megváltó eljövetelére. Halljuk meg, ha Jézus Krisztus kopogtat a szívek ajtaján, és engedjük közel magunkat hozzá. A lélek akkor nem esedik meg leigazábban, hogyha vele találkozik. A készülődés maga ez, hogy ha valaki hasonlóvá válik ő hozzá, hogyha vele van közösségben, akkor megváltozik az élete.
és én hiszem, hogy ez így lesz, és ez a róla vele való találkozás, vagy a róla való igehallgatás, az megváltoztatja az embert. Kenyeresi Károly hozzátette még, hogy ez az időszak arra is alkalmas, hogy átgondoljuk életünket, az adventben pedig újra tudjuk fonni kapcsolatainkat szeretteinkkel is. Az ige hirdetés és közös imádkozás után a lelkipásztor meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját. Megválasztották a Mátra-Füredi rész önkormányzat tisztségviselőit. A Mátrai városrész ügyeit az elkövetkező 5 évben a Faragó Tamás elnök és 4 tag képviseli. A rész önkormányzat tagjainak az ünnepi díszkivilágítás az első feladata, de számos célkitűzést megfogalmaztak már. Már az adventi koszorú és a betlehemes jászol felállítása is Faragó Tamásnak, a Mátra-Füredi részönkormányzat elnökének kezdeményezésére készült el, de a gyógyszertár és egy trafik megnyitása a legfontosabb célja, mondja az elnök. A tegnapi részönkormányzati választáson a több mint 600 választásra jogosult állampolgár közül összesen 201-en járultak az urnákhoz, és megválasztották azt a 4 tagot, akik a település ügyeit, érdekeit képviselik, sorolja az elnök. Ferenc Angéla volt a egyik tag, Szuromi László, Tóth János, és őt követte Grasolkovicsné Varró Zsuzsanna. Ők lettek a Mátra-Füredi részönkormányzat képviselői, ha lehet így mondani, mert ők fogják képviselni Mátra-Füredet, itt Mátra-Füreden belül. Ők lesznek azok, akik nekem, mint elnöknek a füredi problémákat, esetlegesen fejlesztéseket elő fogják készíteni, ők lesznek az én segítőim. A legfontosabb célokat már most kitűzték. Itt folyamatosan tárgyalásban vagyok már a gyógyszertárral kapcsolatban, szeretnénk megnyitni a gyógyszertárat Mátra-Füreden. Nagyon fontos még a trafik kérdése, ugyanis Mátra-Füreden nincsen trafik. 5,7 km-re van a gyöngyösi trafik, és úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy távolság. A vízellátással is problémák vannak a Pálos-Vörösmarty és az Erdész utca környékén. Ennek a megoldása is sürgető, tette hozzá az elnök, aki számára fontos egy átfogó turisztikai koncepció elkészítése is. A részönkormányzat működési költsége az idén 3 millió forint volt. Az elnök reméli, hogy ezt az összeget jövőre is megkapják. Idén is az Erzsébet naphoz kapcsolódva szervezett jótékonysági hangversenyt a Ferences templomban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A koncert után történt adománygyűjtés hagyomány szerint a kezdetét jelentette annak a gyűjtésnek, amelyet a rászoruló családok számára kezdeményeznek, és amely idén december 21-éig tart. A te szeretetet köszönözzünk minket arra, hogy a minden, ami kenyert, méltányosan köszönjük meg Az Erzsébet napi jótékonykodásnak Gyöngyösön több száz éves hagyománya van. Páter Kárpáti Kázmér plébános ezt folytatta, amikor megszentelte az Erzsébet kenyeret. A Máltai Szeretett Szolgálat 20. éve szervez gyűjtést a rászorulók számára, és ennek a szolgálatnak a része a hagyományos Erzsébet napi jótékonysági koncert is. Idén Fehér Nóra csembaló művész és zenekara vállalt ingyenes fellépést a Ferences templomban. Nagyon jól éreztük magunkat szerintem mindannyian, és nagyon nagy szeretet vett körbe minket itt, szóval szerintem mind nagyon hálásak vagyunk, hogy játszhattunk itt. Az Erzsébet napi koncerteken a korábbi években énekesek és kórusok léptek fel. A mostani hangversenyen azonban a barokk hangszeres muzsika került középpontba, részben a templom fiatal kántorának köszönhetően, aki ezáltal csembalistaként is bemutatkozhatott a közönség előtt. Igazából ez egy ötletem volt, hogy miért ne hívjunk meg hangszereseket is, tulajdonképpen ők is szép koncertet tudnak adni, és volt nekem én ismerettségem, és akkor adódott ez a dolog, akkor meghívtam őket. A koncert bevételét a nagycsaládosok gyerekeinek karácsonyi ajándékaira és ünnepi vacsorájára fordítják, ez utóbbira meghívják a hajléktalanokat is. Van egy kis persejünk, amiben bele lehet tenni azt a pénzösszeget, amit gondolnak. Ez az egyik gyűjtésünk, ebből fogjuk kifizetni a vacsorákat. A másik pedig, amikor természetben tartós élelmiszert gyűjtünk lent a Spárban, december 16-ától 21-éig. A Máltai Szeretett Szolgálat ezúttal is megszentelt Erzsébet kenyerekkel köszönte meg a támogatók adományait, ezzel a gesztussal is gyakorolva az Árpádházi Szent Erzsébettől tanult tevékeny szeretetet. 5. helyezést ért el Veres Tamás, a Berze Nagy János Gimnázium 8. osztályos tanulója, a Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpia teszt és elméleti fordulóján.
A forduló után következik az igazi megmérettetés. December 2-a és 11-e között Argentínában bizonyíthatja tudását a fiú. Kiutazását a gyöngyösi önkormányzat is támogatja. A nemzetközi versenyt Indonézia alapította 2004-ben. Egy-egy ország 6 fős diákcsapattal vehet részt a versenyen. A felkészítő versenyre a megyénkből Tamás indult egyedül, és korához képest, hiszen az egyetlen 8-os diák volt a csapatban, kiemelkedő eredményt ért el. 5. lettem, én ugye fiatalnak számítok még a csapatban, mert 9-10-esek szoktak általában ide bejutni, én pedig 8-os vagyok. A magyar felkészítők által meghatározott szabályok szerint a felkészítőn olyan diákok vehettek részt, akik valamilyen hazai országos természettudományi versenyen az országos döntőn a legjobbak között végeztek. Tamás 2 hazai versenyen is 3. helyezést ért el, így biztosított volt a továbbjutás. Nagyon érdeklődő és jó eszű tanuló, szándék is van benne, tehát ez azt mutatta, hogy szép eredmények várhatók, és hát ez be is igazolódott, hiszen 2 versenyen is, országos versenyen is nagyon szép eredményt ért el, tehát a Jedlik versenyen lett 3., illetve az Öveges versenyen is 3. lett országos döntőben, ahol hát a 8-osokkal együtt indult, mint 7-es, és így lett 3. díjas. A gyöngyösi gimnáziumból 4, a budapesti Apácai Csere János gimnáziumból pedig 2 felkészítő tanár segíti a tanulást. December 2-a és 11-e között Argentínában rendezik majd meg a 11. ISO Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpiát, ahova a fiatal tehetség is kiutazik csapatával. Tamást családja mellett a gyöngyösi önkormányzat is támogatja a kiutazásban 500 000 forinttal. Az NB1-es férfi kézilabda bajnokságban a Bébron Gyöngyös csapata hazai pályán a fővárosból érkező Plert látta vendégül. Varsandánék az első perctől kezdve nem hagyta kétséget afelől, hogy ezen az estén a Gyöngyös minden ízében felülmúlhatja ellenfelét. Így is lett, az első játékrészben szinte folyamatosan 5-6 gólos előnnyel vezette kíváncsikék, akik a szünetre 18-13-as vezetés birtokában mehettek pihenőre. A sárgák a második félidőben tovább tartották előnyüket, és igazából egy pillanatig sem forgott veszélyben a 2 pont begyűjtése. Tudtuk, hogy a Gyöngyösnek kulcskérdés ez a mérkőzés. Nyilván nekünk is jó lett volna ponttal távozni, de nem volt benne ebbe a mai meccsbe. Azt gondolom, hogy kicsit talán az elején hit nélkül váltunk ki. Aztán a végére belelkesedtünk, de akkor már akkora volt a hátrány, hogy nem tudtuk szépíteni a történeten, fontos szituációkban mi hibáztunk, Gyöngyös rutinosabb, érettebb csapat minél. Remélem kimozdult az önbizalmi indexünk egy pillanatra, voltak valóban szép dolgok. Nem is akarok bosszankodni, vagy hogy 8-nál 9-nél, amikor ezeket a csapatokat ketté lehetne törni. Játszhatnánk a közönségünknek végre, gálázhatnánk egy kicsit, akkor mindig fegyelmezetlenkedünk, és ezért bosszankodom egyébként, a legfontosabb valóban a 2 pont megszerzése volt. Mit lehet tudni Hajdú Gáborról, ugye őt elvitte a mentő? Hát nagyon rossz híreim vannak, valószínű, lehet, hogy el is tört a bokája. Csak bízom benne. Jó Istenben, hogy nincs komoly sérülése. Nem tudunk még konkrétumot. Sajnos Hajdú Gábor egy szerencsétlen betörés végén megsérült. A legfrissebb hírek szerint bokaszalag szakadás szenvedett az átlövő, így húzamosabb ideig nem számíthatunk a játékára. A Gyöngyös végül 33-28 arányú győzelmével a 6. a tabellán, a szintén 12 pontos Orosházával együtt. A 2 csapat közötti veszélyfutás a felsőházat jelentő 5. helyért egymás ellen Orosházán folytatódik majd a következő fordulóban. Újra gondolhatják a magánnyugdíj pénztárak ügyét. Egy parlament előtt lévő jogszabály értelmében végelszámolással kell megszűnnie annak a pénztárnak, ahol a tagok 70%-a fél éven belül legalább 2-szer nem fizett tagdíjat. A ma megjelent sajtóértesülés szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium megfontolja a szakmai tanácsokat, és önkéntes pénztárban is jóváírhatóvá teszi a magánnyugdíj pénztárakban felhalmozott megtakarítást, ha a pénztár emiatt megszűnne. Jövő tavasszal átalakulhat a szociális támogatási rendszer. A változtatásokkal a kormány célja az, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz. Március 1-től a járások utalják majd a jövedelem kompenzáló támogatásokat a központi költségvetés pénzéből. Az önkormányzatoktól pedig új néven települési támogatás érkezhet. Ennek maximuma havi 28 500 forint lehet.
Most pedig nézzük, hogy hogyan is álltak ma délután 5 órakor a budapesti értéktőzsden főbb részvényei. A vezető részvények közül a Magyar Telekom 335, a MOL 11735, az OTP 3910, a Richter 3733, a TVK pedig 4790 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX ma délután 5 órakor 17074 ponton állt, ami addig 276 pontos csökkenést jelez. Végül pedig mai híreink röviden. Már 5. alkalommal advent az ország tetején. Részönkormányzatot választottak Mátrafüreden. Berzés diák a nemzetközi olimpián. Köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!